Sziasztok, ez itt a Videótéka. Éppen itt vagyok a Cinema City Arena parkolójában, ugyanis Zsuzsival itt fogunk találkozni a Cinema City-ben, és meg fogjuk nézni, hogy milyen filmek kerülnek bemutatásra. Mindjárt megyek, és megkeresem őt. Tartsatok velem ti is! Zsuzsival a találkozót a Cinema City arénába beszéltük meg, amelyet csak és kizárólag a kedvünkért nyitottak ki, hogy megnézhessük, milyen filmekkel készülnek a mozik júliusra. Furcsa, de jó érzés volt nyitás előtt bemenni az üres moziba. Elfoglaltuk a helyünket, és még előzeteseket is nézhettünk beszélgetés közben. Kicsit olyan egyébként, bocs, hogy néha elkalandozok, de itt mennek a trélerek, és tök jól néz ki. Szóval, hogy kicsit olyan ez az egész felhozatal, amilyen így az előző pár hónap volt. Picit depresszív, picit sötét, olyan... Igen, nincs az a hú, ezt meg akarom nézni, és rohanok a moziba, hanem ez a... vagy a korábbi filmeket nyomták vissza, ami nem volt sokáig, vagy olyan inkább ilyen drámás, tényleg, ahogy mondtad, ez a depresszív hangulatú ilyen filmek lesznek. Na, de akkor csapjunk is bele. Most már ugye egy jó pár film megy a mozikban, régebbiek is, újak közül pedig az Éva, Ava, nem tudom, hogy pontosan hogy kell mondani, mert... A trélerbe Évának mondják, úgyhogy Éva. Megmondom őszintén, hogy ez egy picit ilyen, és most elnézést mindenkitől, aki szereti ezt a stílus, de ez egy nagyon lerágott csonnak. Ja, nagyon. John Wick, akkor volt ugye az Anna. Igen. Meg számtalan ilyen film volt már. Arról szól egyébként a történet, röviden, tömören, hogy van egy bérgyilkos nő, aki ellen hirtelen ellene fordul mindenki, és még a saját múltjával, pasiával vagy ex-pasiával is küzd, és meg kell menekülnie. Mert hogy ki akar ugye lépni ebből a szervezetből, és ez nyilván nem tetszik nekik, és nem akarják hagyni, hogy ez is benne van. Ennél a résznél ilyen kicsit MI5-os, vagy MI6-es, bocsánat, tudod, a Mission Impossible-ben volt az a jelenet, vagy az a rész, amikor ki akart lépni. Meg ugye a John Wick-ben is. Meg a John Wick, meg hát a Nyikitától kezdve gyakorlatilag mindenki elhúzódik. Nem új a sztori. Nem új a sztori, de valószínűleg bevált recept, úgyhogy ha érdekel titeket, akkor másodikától? Igen, másodikától már vetítik a mozik. 9-én a Láthatatlanok című francia filmet fogják vetíteni, vagyis hát akkortól. Franciák most beerősítettek. Igen, ebben a hónapban, ha jól számoltam, 3 francia film lesz. Romantikus, dráma, igaz történetek, úgyhogy ilyenek várnak minket. A Láthatatlanok az a nőknek szóló, hajléktalan szállót üzemeltető hölgyek története, igen, akiket ellehetetleníten. Bürokrácia közbeszól, és igazából arra kényszerülnek, hogy saját erőből fenntartsák ezt a hajléktalan szállót, és hát ugye itt vannak bonyodalmak. Nyilván az a cél, hogy a társadalomba való visszailleszkedésben segítenek, úgyhogy igazából ezt foglalja össze, csak sokkal részletesebben meg jobban belemegy, hogy milyen szakmák, meg milyen úton, módon tudnak segíteni. Hogyan legyél jó feleség? A következő francia film? Hát igen, ez nagyon jó kérdés. Fogalmam sincs, hogy ez hogy működik egyébként. Nem is vagyok ez a házasságpárti, de nem tudom, hogy ez ebben a témában miért lesz érdekes film bárkinek is. Ez egyébként bennem is felmerült, hogy maga a téma nem tűnik túl erősnek. Jó, mondjuk egy 86-szóra lerágott kémtörténet, vagy bérgyilkos történet mellett legalább valami felüdülés, hogy hogyan legyél jó feleség, de nem tudom, hogy ebből mit lehet kihozni. A történet szerint egy házaspár tanítja fiatal lányoknak, hogyan legyenek jó feleségek, bár ez egy picit ilyen nagyon, nagyon bizarnak hangzik nekem, tehát hogy egy házaspár fiatal lányoknak azt tanítja, hogy hogyan legyél jó feleség. Sok minden megfordul a fejemben, egyik sem való mozivászló. Hát elvileg a sztoriban benne van az is, hogy megmutatják, hogy háztartásban milyen dolgokat kell elintézni, tehát főzés, és takarítás, stb. Ami, hogyha azt veszük a mai világban, nem rossz téma, mert hogy ugye a mai fiatalság már azért vagy egy része, tehát hogy nehogy itt valaki letámadjon is, annyi legyen nekem, de hogy sokan nem tudják, hogy működik a háztartás. Főleg, hogy a történet szerint ugye picit átválta az oktatás, és a végén már mindenféle feminista dolgokat tanítanak a hölgyeknek, hogy még inkább
De lesz benne dráma is. Valaki meghal. Így van. Ezt te tudod? Igen. Le van írva? Igen. Nem olvastam el? Július 16-ától egy olyan film is lesz a mozikban, amiről egyébként már korábban egy ajánló készült nálunk a csatornán, ez pedig a Terápia, ahol két ikonikus francia színész önmagát alakítva gyakorlatilag egy terápiás kezelésen vesznek részt. Az egyikük nem író. Úristen, honnan tudod? Nem is tudom. Igen, és szerinted Gerard Depardieu az író, vagy? Szerintem nem. Nem ő az író. Tehát saját magukat alakítják, egy terápiás kezelésen találkoznak, majd Gerardról, Gerard múltjából, vagy Gerard előzményeiből egy titok keveredik a falak közé. Ez milyen szép? Nem. Egy költő veszett el benne. Nagyon mélyen. Egy író. Igen, az. Gyakorlatilag a film erről szól, mindenkinek megvan erről a történetről a véleménye, és ki kell derülnie remélhetőleg az igazságnak. Ami nagyon érdekes ebben a filmben, hogy ugye és Gerard Depardieu is saját magukat alakítják, és azért én ezeket mindig szeretem, az ilyen típusú filmeket. És ugye eddig azt szokhattuk meg filmekből, hogy csak ilyen cameo szerepekben egy-két jelenet erejéig alakítja XY önmagát. Igen. Teljesen más jelenű filmben. Úgyhogy ez kimondottan érdekesnek tűnik. Szerintem is érdekes egyébként a koncepció, kíváncsi leszek. Meg ugye benne van a sztoriban, hogy a terápián, hogy a rossz szokásokról kell leszokni, tehát cigi, meg nem is tudom, itt ahol gondol, igen. Gondolom. De azért arra kíváncsi lennék, hogy ez a való életben is, tehát ez a dolog is benne van az életből, vagy ez csak a szerep miatt. Tehát érdekes. Hát azért, hogyha megnézzük Gerard figuráját, tehát igen. El tudom képzelni, hogy ő azért szereti a mindenféle, tehát rabja néhány rossz szokásnak, igen. És akkor így nem bántott meg talán semmilyen. Rendes fiú vagy. Te párti van. Tudom, köszönöm szépen. Van benned remény, így a júliusi filmeket illetően? Hát, hogyha ilyen norvég-svéd romantikus vonalon kezdek el gondolkozni, akkor remélem, hogy egy jó film kerül a vászonra. Méghozzá a remény. Most ez borzasztó volt. És milyen a terápia után? A remény? Wow! Terápia után jön a remény. A remény, ami egy norvég-svéd koprodukció, egy dráma, és gyakorlatilag egy 40-es éveiben járó nő viszonytagságait, lelki tusáját láthatjuk a vásznon, akinél agydaganatot diagnosztizálnak, és hogy hogyan kezd el viszonyulni a családjához, a szerelemhez, a szeretethez, az élethez. Tehát egy ilyen klasszikus, mélydepis vonalra számíthatunk. Ami érdekessége viszont a filmnek, nem tudom a vezeték nevét. Stellan Skarsgård is játszik a filmben, akit ugye a Csernobilból és a készülő, vagy hát a bemutatásra váró Dűnéből már ismerhetünk. Ő egy szerintem nagyon jó színész, és én alapvetően nem nézném meg feltétlenül ezt a filmet moziban, mert azért szeretem a drámát, de az ennyire mély depressziós filmnek tűnő dolgokat azért nem feltétlenül moziba szeretem nézni. Viszont ő miatta megnézném. Én a Csernobilban őt nagyon-nagyon kedveltem, és hogy a Dűnében is szerepet kapott, ami hát Villeneuve nekem ugye a másik atya úristen. Volt már ilyen sztori, nem egy, nem kettő, de nyilván ugye egy másabb a koncepció egy kicsit, viszont igen, az említett színész miatt szerintem érdekes. Skarsgård. Igen. Skarsgård. És a sok depresszív és ilyen sötét hangulatú film után való vidámság esetleg júliusban várható-e? Igen! Igen! Jön a Scooby! Juhú! Gyerekeknek tök jó lesz, gondolom! De engem abszolút kihagyott ez a Scooby-Doo széria. Pont ezért mondtam, hogy engem is. Totálisan. Az előzetes alapján nagyon kis cuki, meg aranyos kis mesének tűnik, de szerintem gyerekeknek abszolút. De akik Scooby, meg hasonló rajongók, azoknak is valószínűleg fog tetszeni, de az olyanok, mint aki te is, meg én is nem hozta lázba eddig, akkor nem hiszem, hogy ezután. Nem, főleg, hogy valami eredet történetről beszélünk, vagy is beszélünk, és a trailer alapján most nem feltétlenül a nagy szuper gonoszt fogják keresni, már nyilván lesz, de hanem a barátság és a igen, csapat és az összetartozás. Az a szó, amit kerestem. Igen, tehát, hogy ezekről lesz szó, meg az előzményekről. Ugye említetted, hogy eredet történet lesz ez a Scooby-s akármi, viszont engem csak egyetlen egy eredet
történet érdekelne, amit júliusban megnéznék moziban. IMAX-en? Igen, IMAX-ben, és hát remélem, hogy ez júliusban meg fog történni, többet sajnos nem mondhatok. Gyakorlatilag mindent elmondtál. Tudom. Önfentes info. Aki ki tudja hámozni ebből a rettenetesen bonyolult rejtjelezésből. Azt írja meg kommentben. Így. Kell egy kis pesti balhé így a júliusi nagyon drámába. Jó vagy. Komolyan így. Illetve még nem tudjuk, hogy kell, de félek egy kicsit attól a történettől, mert a sajtóanyag szerint a másnaposok szellemében készült ez a film. Hát igen. Igen, tehát egy magyar filmről beszélünk, Pesti balhé címmel. Ne legyen igazam, én nagyon szeretem a magyar filmeket, mindig izgulok, amikor magyar filmről van szó, mindig drukkolok, hogy jó magyar film legyen. Nem tudok elmenni amellett, hogy van a szereposztásban néhány olyan figura, aki, hogyha megjelenik egy magyar film szereposztásában, én mindig egy kicsit félek. És az a baj, hogy ettől is félek egy kicsit, bár a tréler az iszonyatosan jól sikerült. Nagyon jó fágások vannak benne, nagyon jó kameramozgások vannak benne, tehát technikailag nagyon érdekes, és még el is tudnám hinni, hogy azt a vonalat hozza, amit a másnaposok. Attól tartok, és ez a legnagyobb félelmem, hogy megpróbálja karakterszinten is hozni, és mondjuk... És gagyi lesz. Ez bennem is felmerült, ez a dolog. Hát sajnos ugye az emberek, a magyar emberek többsége azonnal leszólja a magyar filmeket, és ennek köszönhetően ugye még kisebb az érdeklődés a magyar filmek iránt, de azért nézzük a másik oldalát is, hogy ennek azért megvan az oka, amikor készülnek tényleg nagyon rossz és fájdalmas filmek. Igen. Kíváncsi vagyok, hogy itt mi lesz. Én nagyon drukkolok a pesti balhénak, de ugyanannyira tartok is tőle. Hasonló érzéseim vannak, úgyhogy ezzel így el is mondtál mindent szerintem. Drága Zsuzsi, az utolsó. Miért hadonászok? Tehát tök jó egyébként, tehát legalább valami, ebben statikus képben van valami, nyomja nyugodtan. Add elő, légy szíves, a trailer, tehát lehet egy ilyen rész is. Tényleg. Ugye? Eljátszok a trailereket. Nem kell kétszer mondani. Július végén érkezik a Pont az adal című zenés amerikai film, ami a zeneiparnak az árnyoldalát és a csillogását próbálja valahogy így egy sztoriban megmutatni, hogy például az énekesnő, a dalszövegíró és a producerek, hogy jönnek ki egymással, meg hogy tudnak dolgozni, milyen nézeteltéréseik vannak. Nekem három film jutott eszembe, amikor néztem a trélert. Az egyik az Ördög Prádát visel. Tudom, hogy nem zenés film, de ugye itt is van a hölgy, magazin. Az énekes hölgy, aki egy kicsit durva, és van neki az asszisztense, akiről gyakorlatilag szól a film. Zene és szöveg, azaz. Pont ezt akartam én is mondani, nekem egy, az jutott először eszembe egyébként. És a sakáltanya. Igen, a sakáltanya. Én valami ilyesmire számítok, éppen ezért nem biztos, hogy én vagyok a közönség, ezt úgy bevallom, de attól függetlenül ez még egy ígéretes alkotásnak tűnik első körben. A többi ilyen negatív jellegű filmhez képest szerintem ez egy kellemes ilyen tipikus limonádé film lesz, amit így majd, jaj, tök jó volt, zenés. Ha azt vesszük a júliusi kínálathoz képest, ez lesz talán az egyik olyan, ami ilyen kellemes limonádé film lesz, tehát nem az a nagyon negatív hangulat film lesz szerintem. Ez a Scooby, meg talán a Pesti balhé, ha jól sül el, igen. Az ilyen vidámabb film, ha a Pesti balhé rosszul sül el, akkor az előző akkor ez tényleg tesszük. Pesti balhé lesz. Ah, igen. De igen, tehát ilyen kicsit depresszív hangulatban vannak a filmek, és az a furcsa, hogy ugye nyilván ezek nem az elmúlt hónapokban készültek. Milyen érdekes, hogy így jött össze, hogy vége van ennek a pandémiának, kicsit számolunk a következő körre, mindenki olyan kicsit kellemetlenül érzi magát, és akkor jön a mozi, és nem az van, hogy most akkor megnézünk egy Tenetet. Hát igen, egy hónapja pont erről beszélgettünk, hogy hú, de jó, július van, Tenet. És ahogy ugye publikus lett a videó, már dátumváltozás, és azóta még egyszer változtattak rajta, úgyhogy mi azon tenetkodunk, hogy vajon mikor kerül mozikba a film, elvileg augusztusban, hát reméljük, hogy ez így is lesz. Augusztus 12-től lesz a Tenet, hivatalos plakátok is vannak, már mondjuk ez nem jelent semmit, de elvileg. Kicsit olyan nekem ez a film, mint az Oscaron Leo, hogy amikor mindig, na most fog Oscart kapni, nem? Na most kap Oscart, nem? Na most kap, és akkor mi ez... egyszer csak egy wow. Igen, eddig azt foglalkoztatta a nézőket, hogy miről szól a film, most már az is, hogy mikor kerül a moziba. És mi az, ami még késik? A Mulán
Elvileg azt is júliusra tervezték, és az is augusztusban kerül bemutatásra. Elvileg. Innentől most már tegyük hozzá, mert tényleg kitesszük a videót, és két nap múlva kiderül, hogy teljesen ilyen. Sok kérdőjellel. Igen. Ha minden igaz, akkor. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok velünk a júliusi premier film átbeszélő kis műsorunkban. Ha minden igaz, akkor következő hónapban folytatjuk. Remélhetőleg egy kicsit vidámabb, közönségbarátabb, jókedvűbb, hangulatosabb filmekkel, nem ilyen sötét filmekkel, de hogyha valaki szereti a drámát, akkor igenis a július az ő hónapja lesz. Az biztos. Igen, a többiekre meg várunk még egy kicsit. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok velünk. Mindenképpen nézzétek meg Zsuzsi felületeit. Ez de jól jött ki. Nézzétek meg a Mozisztár Instagramját, iratkozzatok fel, a TikTokon is megtaláljátok őt is. És a Broadcastet is. Most igen. Már, hála nekem. Igen. Ez mondjuk nem biztos, hogy jó dolog, de mindegy. Nem baj, nem. Hát most már ott vagyunk, most már mindegy. Úgyhogy kövessétek Zsuzsit Facebookon is, vagy ugye? Hát persze. Ja, tényleg. Hát mindenhol is. Mindenhol is. Zsuzsit, mint Mozisztár megtaláljátok mindenhol is, minket, mint Broadcast megtaláltok itt-ott. Köszönjük szépen, hogy megnéztétek, vigyázzatok magatokra. Jövő hónapban jövünk a augusztusi premierekkel. Így van. Sziasztok. Sziasztok. Na. Ha szarul nézek ki, akkor ki satírozol? Valamit ide teszek meg.